Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei? Hogy vakon született? Jézus ezt felelte: Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemére kente, és így szólt hozzá: Menj, mosakodj meg a Siloé tavába. Siloé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt kórdusként ismerték, így szóltak: Nem ez az, aki itt ült és kódult? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig: Nem, csak hasonlít hozzá. Ő azonban kijelentette: Én vagyok az. Erre megkérdezték tőle: Hogyan nyíltak meg a szemeid? Ő azt felelte: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szememet, és azt mondta: Menj el a Siloé tóhoz, és mosakodj meg. El is mentem, megmosdottam, és most látok. Ekkor megkérdezték tőle: Hol van az az ember? Ő azt felelte: Nem tudom. Erre az ember, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle: Hogyan kezdett látni? Ezt válaszolta: Sarat tett a szememre, megmosdottam is, most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték: Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak: Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodát tenni? És szakadást támadt közöttük. Azután újból faggatni kezdték a vakot: Te mit gondolsz arról, aki meggyógyította a szemedet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt, és újra lát. Olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük: Ez a ti fiatok, akikről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most már lát? Azok ezt válaszolták: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy kinyitotta meg a szemét, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen. A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól.
A zsidók ugyanis akkor már elhatározták, hogy aki Jézust messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, megvan a maga kora, kérdezzétek meg őt. Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették, dicsőítsd meg az Isten. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így felelt, hogy bűnese vagy sem, nem tudom. Egyet tudok. Vak voltam, és most látok. Erre ismét megkérdezték. Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő azt felelte, miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is tanítványai lenni? Erre megátkozták, és azt mondták, te magad vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózeshez szól az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk. Az ember azonban ezt felelte nekik. Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van, és ő mégis megnyitotta a szememet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg Isten, de aki Isten félő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemét, ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit. A zsidók azt felelték neki. Te oktasz minket, aki mindenestül bűnben születtél. És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte. Látod őt, aki veled beszél. Ő az. Mire az ember így szólt. Hiszek, Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta. Ítélkezni jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus is megkérdezte. Csak nem vagyunk mi vakok. Jézus így felelt. Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok. Ezért megmarad bűnötök. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mondtuk már múlt vasárnap is, hogy az idei nagybőjtnek a szentírási szakaszai az ősegyház katekéziseire épülnek. Az ősegyház húsvétkor keresztelt, és ezekkel a szentírási szakaszokkal próbálta fölkészíteni a keresztségre várókat közvetlenül a keresztségre. Ezek a katekézisek alapvető tanítások a keresztények, a keresztségre készülők számára.
A mai vasárnap katekézise, ugye menjünk sorjába, a megkeresztelt ember megkísértett, Jézus megkísértése, a megkeresztelt emberre jövő vár, táborhegyi jelenet, a megkeresztelt ember múlt vasárnap élő vízzel találkozik, szamáriai asszony, ha tudnád, ki kér tőled vizet, te kérnél tőle, s attól soha meg nem szomjazol. És a mai vasárnap, a létáre vasárnap, az örvendezés vasárnapja elénk állítja Krisztust, mint a világosságot. A keresztség által fényre találsz, látóvá leszel. Ez az alapvető üzenete a mai liturgiának. Talán bevezetőül mondom el, ismerjük a fölvilágosodás ideológiáját, amin akik idősebbek vagyunk, felnőttünk. Van a felvilágosodás, és van a sötét középkor. Hitlernek az egyik filozófusa mondta, ismerjük a sötétséget, az egyház a sötétség, a legsötétebb alakok pedig a papok. Elmúlt ez az ideológia, nem múlt el, sose fog elmúlni. Mindig lesznek követői. Akkor még nem kellett így apologetizálni, amikor a keresztségi katekizisek elhangzottak. De valahol a levegőben mindig ott van ez a dualisztikus gondolkodás, van fény és van sötétség. Vannak, akik a sötétséget képviseljük, mi azok vagyunk. Tessék megtudni. A Szentírás másról beszél. A világosságról. És a világossághoz tartozunk. Az első olvasmányban, Sámuel első könyvében nem kerül elő a világosság szó. De erről szól mégis. A történeti háttér, ugye Dávid királlyá kenetik Sámuel által. Érdekességként mondom, hogy a Szentírásban Dávid háromszor kerül fölkenetésre. Egyszer fölkenik délen Izrael királyává, aztán fölkenik Júdeába, aztán fölkenik Izraelben, amikor egyesül Izrael és Júdea, az északi rész és a déli. És ez a harmadik elbeszélés, amikor Sámuel fölkeni Dávidot királlyá. Ugye Sámuelt küldi az Úr, törzs meg a szarudat olajjal, és kent föl a megfelelő fiát Izraelnek, akit alkalmasnak látsz. És Izájhoz Betlehembe megy Sámuel. Látja a legidősebb fiút, ez lesz az alkalmas király. És az Úr mondja, hogy nem ez lesz a király. Pedig termete szép volt, alkalmasnak látta Sámuel a próféta. És akkor oda megy Izájhoz, a jó Sámuel, hogy nincs még gyereket, hát már látom mind a hatot. De egy kín van a legkisebb, ott van a nyáj mellett. És akkor a próféta kimegy a nyájt őrző legkisebb fiúhoz, Dávidhoz. Szemre szép, tekintete nyitott, alkalmas a királyságra. Előtte az Úr Sámuel fele tart egy katekézist. Azt mondja,
ne a külsejét és a magas termetét nézd, mert hisz elvetettem, mondjuk a legidősebb fiút. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Itt jelent meg a világosság. Isten nem úgy gondolkodik, mint az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. A szív az ószövetségi gondolkodásban nem csak az organikus egység középpontja, hanem a lélek, a szellem és a test középpontja. A szívből fakad minden. Ezért verjük a mellünket bűnbánati imádságunk alatt. Mert belülről a szívből származik minden. Isten a világosság. Ő nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Ezért idegen az embertől, kellene, hogy idegen legyen az ítélkezés. Mi a külsőt látjuk, a magas termetet és egyebet. Isten a szívet látja. Ezért nem szabadna ítélkeznünk. Nem a mi dolgunk. Hadd mondjam személyesen, mikor pappá szenteltek és gyóntattam, annyiszor megéltem, olyan jó, hogy nem nekem kell ítélni, hanem Istennek. Annyi nyomorúságot lát az ember, mert az ember cselekedete, de nem emberített. Isten a szívet nézi. Mikor Izáj kiküldi Sámuelt a mezőre, a nyáj mellé, akkor Dávidot fölkenni királlyá. Sámuel fogta az olajos szarut, s fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke. Testvérek, itt egy királykép jelenik meg az Ószövetség hajnalán. A király az Úr kiválasztotja, fölkentje, nem egydimenziójú ember, akit a tömeg megválaszt, aztán majd lecsap. A király az Isten embere, rajta van az Úr lelke, teljességben gondolkodó. Ott van a testvérek között, ez a horizontálé, és vele van az Úr lelke, ez a vertikálé. Ez lenne a gyümölcsöző hatalom. Ahol ott van a testvér, a másik ember, és ott van az Isten kiválasztása, és az Úr lelke. Ma a hatalom bitorlói nem így szoktak kinézni. Nem érdemes kommentálni ezt tovább, de vegyük észre. Most már a következő szakaszban, az Efezusi levélben megjelenik a világosság és a sötétség képe. Ugye az efezusi gyülekezet leginkább pogányokból áll, görög területen vagyunk. Kikötőváros. És a pogányok különösen is érzékelik azt, hogy az eddigi látásuk egészen más volt, mint most, hogy megkeresztelkedtek. Így kezdi Pál apostol: ti, akik egykor sötétségben voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy,
mint a fény fiai. Pál nem a felvilágosodás sötétségével gondolkodik. Ő azt mondja, ti, akik megkeresztelkedtetek, valamikor a sötétségben voltatok, most a világosság fiai vagytok. Ez az ő belső élménye is, Pálé. Aki elvakultan üldözte a keresztényeket, azt se tudta, kik azok, de megszállottan üldözte, mint rabbi tanítvány, és egyszer csak leesik a lóról, és fényt lát. Tudja, hogy már ki a sötétség, és hol van a világosság. Azt keressétek, ami kedves az Úr előtt. Testvéreim, annyi eltévejedést láthatunk. Mi dolgunk az lenne, azt keresni, ami kedves az Úr előtt. Mert az való az embernek. A gyereknevelés nem erről szól. Szegény kölyök akar menni a maga feje után, meg azt akarjuk, hogy menjen a fény fele. És a gyerek előbb-utóbb rendesen beidomul a szüleihez, és teszi azt, ami kedves a szüleinek. Megy a fény fele. Csak ennyi lenne a dolgunk. És valószínű, egy ősegyházi himnuszt idézít be Pál az efezusi levélbe, mint nagybőti feladatot. Ébredj föl, ki alszol, támadj föl holtodból, és Krisztus rád ragyog. Testvérek, hogy világosság legyünk, keressük azt, ami kedves az Úr előtt. Az egyház most nagybőjtben kerességünkre emlékezve olvastatja ezt a szöveget. Ébredj föl, ki alszol. Támadj fel halálodból, és Krisztus rád ragyog. Testvérek, a nagybőjt annak lenne az ideje, hogy döntsünk világosan Krisztus mellett, hogy azt keressük egyértelműen, ami kedves az Úr előtt, hogy Krisztus ránk ragyogjon, és mi a világosság fiai legyünk. Regény ismertetését olvastam, a regény szerint egy stadionban kialszik minden fény. Nagy riadalom, és a sötétséget oldja, valaki meggyújt egy szárgyufát. És a tök sötét stadion egyszerre barátságossá válik. Körülbelül ennyi hatalmunk van a világon. Ahol vagyunk, és valóban az Úr kedvében járunk, támadj föl, ki alszol. Az evangélium tovább fokozza a fény és a sötétség problémáját. Van egy vakon született ember, a farizeusok csak ennyit tudnak kérdezni, miért vak ez a gyerek, fiatal ember. Ő vétkezett, vagy a szülei? Ez a régi gondolkodás, amitől mi keresztények se szabadulunk sokszor. Ez a vak látóvá lesz. Kétszer is elbeszéltetik a körülmény, vagy talán háromszor is,
hogy hogyan gyógyultál meg, Jézus köpött egyet a fődre, salat csinált a nyálából, és megkente a vaknak a szemét. Nem valami gusztusos dolog. De miután keresztelési katekézistől van szó, az ősegyház ceremóniát használt. Minket még idősebbeket úgy kereszteltek, hogy megkenték, megérintették kereszt formájával szemünket, effeta, meg a szánkat, mondta a pap, nyílj meg. A keresztségre készülőket ez az elbeszéléssel a szertartások felé akarták megnyitni. Ne legyen idegen a szertartás nekik. És miután megkente Jézus a vaknak a szemét, elkezdett látni. És gyönyörű, testek, a finomságokat mindig úgy szeretem az evangéliumban. Ez a fiú elkezd látni. De a teljes látásig nagyon sokára jut még el. Faggatják körözbe, kasba, és a végén már eljut odáig, hogy kimondja, hogy ha bűnös ember lenne, akkor nem tudna gyógyítani. Isten nem hallgat a bűnös emberre. És akkor elmondja világosan, ugye a farizeusok kötekednek, ez nem Istentől való, összevesznek egymással, és akkor a vak mondja, azt tudjuk, hogy tehát a szülők mondják először, hogy tudjuk, hogy vaknak született, ez a mi fiunk, az biztos, és akkor végén egy gyönyörű hitvallást tesz. Jézus megkérdezi tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte, látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt, hiszek Uram, és leborult előtte. Testvérek, egy gyönyörű katekézis tulajdonképpen a hitnek a természetéről. Itt vagyunk, és ha nem egy ilyen egyoldalú beszédet kéne hallgatnom, interaktívak lehetnénk, akkor reggelig persze eltartana a mise, hónap reggelig, ha kiki elmondaná hitének a történetét. Nem egyszerre jutottunk el a hitre, egyikünk se. A hitre jutás folyamat, hosszú út. A fiú először fizikailag lát, és a sokféle faggatás után eljut a tiszta hitig. Hiszek, Uram, és leborult előtte. Ez a távlata a keresztény életnek. Eljutni a teljes világosságról. Jézus kimondja önmagáról. Én vagyok a világ világossága. Mikor a halottainknak fohászkodunk, adj Uram örök világosságot nekik, akkor ezt kérjük, hogy a hit útján járva, amikor a létük beteljesedik, eljussanak erre a világosságra. Ez a programunk, semmi több.
a sötétkor képviselőiként. Hogy kimondhassuk Jézus fele, hiszek Uram, és leboruljunk előtte. Amen.